A Rottweiler ősei feltehetőleg Germániában, a korabeli római helytartóságban éltek. Abban az időben harci, csordaterelő és hajtókutyának alkalmazták őket. A középkorban a mai Németország területén lévő Rottweilben helybeli juhászkutyákkal keresztezve létrehozták az úgynevezett Rottweiler mészáros kutyát. Innen indult világhódító útjára, és napjainkban, mint megbecsült munkakutya éli életét e fajta. Magyarországi térhódításáról már meséljen inkább Krausz Győzőné, a szemtanú, aki nagyon közelről látta az eseményeket. Magyarországra az első két Rottweiler szuka Krausz Győző és Süli Attila barátságából születetve jött be, mert ők elhatározták, hogy nekik mindenféleképpen Rottweiler kell. Akkor nem volt Magyarországon, környező országokban néztek, és akkor Csehországból egy tenyésztő ajánlásával tudtak importálni két szukát, és akkor ők közösen nevelték. És utána ebből az első magyarországi alomból született kutya volt a mi közös kutyánk. És ez most már ezt tart 40 éve. Megjelenése erőt sugároz, viselkedése magabiztos, erős idegzetű, rettenthetetlen. Nagy figyelemmel reagál környezetére. Zömök, középnagy kutya, nem elnehezült, nem könnyű, nem magasra állított és nem levegős. Helyes arányaiból, enyhén nyújtott zömök és erőteljes alakjából nagy erőre, mozgékonyságra és kitartásra lehet következtetni. A 60-68 cm-es marmagasság mellé 42-50 kg közötti súly párosul. A szőrzet alapszíne fekete, jól körülhatárolt, telített, vöröses-barna jegyekkel. Nekem mindenféleképpen egy erős, nagy, domináns és tartással rendelkező kutya a Rottweiler. Én így ismertem meg. Nagyon kedves, nagyon barátságos, de ez csak a családban mutatja. Egy külső szemlélő azért fél a Rottweilertől, mert akkor egy nagyon határozott őrzővédő munkát mutat be, és valóban taszító lehet annak, aki nem ismeri azt a macit, amelyik bújik, amelyiket lehet szerelgetni, lehet dédelgetni. Mindenféleképpen családban kell nevelni, nem kennelben, nem kertbe kicsapva, megfelelően kell szocializálni állatokkal, gyerekekkel, idegen emberekkel, tehát mindent, amit az életében szükség lehet rá, és a kutyával akarunk csinálni, az picikorban meg kell tanítani vele, és határozott irányítást igényel. Intelligens kutyafajta, nagyon szeret a gazdájával dolgozni, de nem mindenkinek ugrál, és nem mindenki parancsolhat neki, de ha valaki jól kézben tudja tartani, nagyon szívesen dolgozik a Rottweiler. A kettőssége miatt szeretem, hogy mindig biztonságban érezhetem magam mellette, mert van egy testőröm van, és ugyanakkor meg van egy nagyon, nagyon jó társam, akivel remekül lehet sétálni, sportolni, bármit. Tehát amit az ember kitalál, azt a Rottweilerrel el tudja érni. Tulajdonképpen amióta összeházasodtunk, és amióta Rottweiler tartunk, minden hétvénkéket a kutyaiskolába töltjük. Ez hozzátartozik a tenyésztéshez is, mert ugye mindig tartunk meg fiatal kutyákat, a fiatal kutyákat ki kell képezni, a fiatal kutyákat meg kell tanítani, és mivel őrzővédőre is kell tanítani, ezért ennek a terepe a kutyaiskola. Mostanában sokat gondolkozom rajta, hogy érdemes volt-e ezeket az éveket végigcsinálni, mert a fajta megítélése most nem éppen pozitív, de én mindenféleképpen csak jót és csak pozitívomat. Olyan rengeteg élményt kaptam a rottweilerezés révén, és olyan barátokat, kapcsolatokat, amit enélkül a kutya nélkül, enélkül a fajta nélkül soha nem élhettem volna meg. Mint kiderült, a Krausz család élete a rottweilerek körül forog hosszú évek óta, és hogy ez így is maradjon, arról gondoskodik az utánpótlás, azaz Viktor, aki az anyatejjel szívta magába a fajta szeretetet. Az ideális méretű rottweiler éppen elfér az anyósülésen. 1976-ban születtem, akkor a szüleimnek már megvolt az első rottweilere, egy 3 éves rottweiler kan, és azóta folyamatosan rottweilerek között nőttem föl. Tehát végigkísértem a tenyésztést a kezdetektől,
kiskutyákkal játszottam, nagy kutyákkal cseperedtem kutyaiskolán, tehát minden gyerekkori és később kamaszkori élményem igazából a kutyákhoz meg a Rottweilerhez kapcsolódik. Mindent szeretnek, amit az ember. Ugyanúgy a masszást is, a jó kajákat, a jó csajokat. Az ideális Rottweiler igazából az egy olyan kép, ami nagyon sok kutyából van összerakva, küllemében, viselkedésében, természetében. Van egy olyan kép, ami tulajdonképpen az a kutya nem létezik. Ehhez próbálunk minél közelebbi kutyákat tenyészteni, nevelni, választani magunknak, ami felépítésébe, tömegébe, megjelenésébe a standardnek a legjobban megfelel, a mozgása harmonikus, minél szemed gyönyörködtetőbb kutya legyen, és mellé a családba, a hétköznapi életbe megfelelő társ legyen, megfelelő intelligenciával rendelkezzen, használható legyen kutyaiskolába, személyőrzési feladatokra, amire a hétköznapokban egy családi házba szükség van. Az, hogy éppen az a Rottweiler, amit kiválasztottunk az alomból magunknak, hogy az közeli lesz-e az ideális Rottweilerhez, ahhoz a képhez, amit elképzeltünk róla viselkedésében, küllemében, egészségileg, az nevelkedés közben derül ki, hogy hogyan illeszkedik be a családba, hogyan kommunikál a környezetével, a gyerekekkel, hogy jön ki a családban lévő többi kutyával, és aztán ideális esetben 2-3 éves korára van egy ideálishoz közeli Rottweilerünk, amivel egy 8-10 évet kényelmesen barátságban együtt tudunk élni. Bármilyen genetikai háttérrel rendelkező kiskutyát hazavihet az új tulajdonos, azt az első perctől kiváló minőségű táppal kell etetni. A gyártók nagyon odafigyelnek arra, hogy melyik fejlődési szakaszban milyen mennyiséget, milyen minőségű, milyen összetételű tápot kell adni a kutyának. Kifejezetten a Rottweilernek is gyártanak már speciális tápokat, amelyek a fajta adottságainak, emésztési, igénybevételi, felépítési tulajdonságainak megfelelő összetétellel kerülnek gyártásra. A Rottweiler tenyésztés arra törekszik, hogy egy olyan erőtől duzzadó kutya fejlődjön ki, mely súlyos egyéniséget tükröző összmegjelenésében ne legyen hiány nemes vonásoknak, és különösen alkalmas legyen kísérő, őrzővédő és munka, szolgálati kutya feladatok ellátására. E célok eléréséhez van szükség az olyan fajta specifikus szakemberekre, mint Levente Zsolt, aki láthatóan megtanult beszélni a Rottweilerek nyelvén. Közel 20 éve foglalkozom Rottweilerrel, képzésével, tartásával. Főállásban is a fegyveres testületnél dolgoztam, kutyakiképzőként. A Tököli Büntetés Végrehajtási Szervezetnél voltam több éven keresztül. Igazából előszeretettel használtuk a Rottweilert, nagyon jó szolgálati kutya volt, tehát igazából a termetétől fogva tekintélyparancsoló volt, határozott volt, tehát a megjelenés az nagyon komoly volt, amikor felléptünk Rottweilerrel. Többféle feladatokra használjuk a Rottweilert, ugye biztosításra, kísérésre, őrkutyának, speciális elfogónak, stb. Tehát ilyen munkakörökre alkalmazzuk, kiválóan megfelel. Hogyha a család úgy dönt, hogy Rottweilert szeretne vásárolni, nagyon fontos, hogy szakembereknek a tanácsát mindenképpen kérje ki, és nagyon fontos, hogy olyan helyről vásároljon kutyát, ahol ugye a szülők minősítettek, különböző féle vérzenteszteken mentek át tenyészszemléken, tehát nagyon fontos, hogy jó idegrendszerű tenyészpártól válasszunk utódot, mert a jót is és a rosszat is ugyanúgy örökli a kutya. Tehát ez fontos, hogy ha családba választunk kutyát, akkor nagyon meg kell gondolni, hogy honnét. Nagyon fontos, hogy kutyaiskolába járjunk vele, tanítsuk. Nagyon sokat kell szocializálni, emberek közé hordani, megismertetni olyan dolgokkal, hogy teherautó, zörgő, csörgő tárgyak, nagyon fontos emberekhez szoktatni, hogy azt a kutya tudja, hogy mikor, miért, mit tehet. Körülbelül 5-6 éve a Rottweilernek igazából nagyon rossz híre van Magyarországon. Ugye pont azért, mert ugye divatkutya lett, nagyon sokan vásárolták,
igazából anélkül, hogy utána érdeklődtek volna, hogy ez a kutya valójában mire való, mire képes. Ugye csomó nem várt kutyaharapás, stb. Keletkezett. Hát igazából ez visszavezethető a szocializáció hiányára és az iskolázottság hiányára. Fogunk látni őrzővédő gyakorlatokat is. Itt azért meg kell ragadnom az alkalmat. Nagyon sokan tévhittel érkeznek az iskolánkba. Ugye amikor eljutunk az őrzővédőhöz, hogy lehetne gyakorolni ezeket a gyakorlatokat, akkor megijednek, azt mondják, hogy köszönjük szépen, nem kérjük, mert akkor mindenkit meg fog harapni a kutyánk. Én el szoktam azt mondani, hogy ez egy nagy tévhit. Ugye az a kutya, amelyik meg van tanulva, hogy mit, mikor tehet, az tudja azt, hogy mikor kell ugatni, mikor kell harapni, meddig kell harapni, és ereszt vezényszóra azonnal ereszt, és akármikor be tudom utána vinni olyan emberek közé, akik esetleg meg tudják simogatni azt a kutyát, amelyik 2-3 perccel ezelőtt kőkemény aktív agresszióval védőösztönbe volt, tehát felvette a harcot akár a segéddel, stb. A mondókánknak végül is az a lényege, hogy nem azok a kutyák követik el a kutyaharapást, akik tanítva vannak erre, hanem azok, akik úgy nőnek föl, mint vadvirág a réten, ki vannak kötve egy láncra. Át kellene gondolni az embereknek, hogy is tartjuk azt a kutyát. Most nem csak Rottweilerről van szó, bármilyen kutyáról van szó, tehát nagyon fontos az, hogy megfelelően tartsuk a kutyánkat, és akkor elkerülhető egy csomó probléma. 15 évvel ezelőtt az Ebugatta első adásában épp a Rottweilereket mutatta be. Jó érzéssel tértünk most vissza a kezdetekhez, pláne ahhoz a kedves házaspárhoz, akik akkor bemutatták e fajtát, és mint tapasztalni fogjuk, az azóta eltelt időben semmit nem csökkent rajongásuk és felelősségérzetük kutyáik iránt. 1989-ben ismerkedtem meg a fajtával, egy véletlen folytán került hozzánk egy nagyon aranyos Rottweiler szuka, onnantól kezdve mondhatom, hogy foglalkozunk a Rottweilerrel. Szószoros értelmében foglalkozunk, mert szívünket, lelkünket beleadtuk abba, hogy minél jobb és egészségesebb Rottweiler kutyákat tenyésszünk. Jelenleg 4 idős kutyám van, 11 éves kort elérték, itt nálunk nagyon jó egészségnek örvend, rettenetesen jó csontozatban vannak még. Hát ez köszönhető ugye megfelelő táplálásnak és az erőnlét tartásának, ugye naponta sétálunk, ugyanúgy még járunk iskolába velük, tehát aktívan dolgozhatnak is. Körülbelül hat éve azt mondtuk, hogy felfüggesszük az aktív tenyésztést, mert ugye a Rottweilert annak könyvelték el, hogy képes megőrizni egy autókereskedést, akkor is, hogyha a gazdája nincs ott, képes egy tüzéptelepet megőrizni, akkor is, hogyha a gazdája nincs ott. Sajnos ezekkel a dolgokkal nem tudtunk egyetérteni. Említettem egy mondandóban, hogy nagyon nagy hangsúlyt fordítottunk a kutyáink csontozatára, izomzatára, ízületeinek megvédésére. Ezek a dolgok akkor érhetők el a megfelelő mozgatás és gondoskodás mellett, hogyha kiváló, kitűnő prémium tápokkal etetjük őket. Fontos az, hogy megfelelő kalcium, fehérje mennyiség legyen a tápba, megfelelő izomzatvédelem legyen a tápba, az ízületeket megfelelően táplálja, mivel ugye a Rottweiler egy robosztus fajta, nagyon fontos neki, hogy biztos, egészséges lábakon álljon, és ehhez ezek a tápok, ezek nagyon szükségesek. Jelenleg az idős kutyáimat egy kifejezetten Rottweiler fajtának kifejlesztett speciális táppal etetem. Itt nagyon sok minden szólt amellett, hogy ezt a tápot etessem. Nagyon finom, tehát nagyon jó illata van, nagyon jó minősége van, nagyon jó ehető. Tehát ugye idősebb kutyáknak már a fogazatuk esetleg kopott, ez az amaz, de ennek a tápnak annyira jól kifejlesztett formája, szemcse formája van például, hogy még talán ez is számít abban, hogy milyen, tehát hogy eszik a kutyák, hogy tudják felhasználni, mennyire tudják szétropogtatni, mennyire tudják utána aztán ugye a szervezetükbe feldolgozni, hasznosítani. Hogy nekem mit jelent a Rottweiler? Hát egy életünk szakaszát jelentette, mert nagyon boldogok voltunk. Sportoltunk mellettünk, kiállításra jártunk, minden vasárnap megvolt a programunk, vittük a kutyáinkat, rengeteg sok barátunk lett, még most is tartanak a barátságok, ugyan már a kutyák előregettek, és elmentünk például Venezuelába, megnéztük egy kankutyánkat, ő champion lett, elmentünk Amerikába, megnéztük a
kimett, ott is amerikai sampión lett. Mindig olyan gazdát kerestünk, aki tényleg szerette a kutyát, és azt mondta, hogy majd ő fog rá vigyázni, és nem ő a kutya rá. Mert mi is a kutyáinkra vigyáztunk, nem a kutyáink vigyáztak ránk. Azért vannak ilyen gyönyörű, egészséges kutyáink még mindig. Az Ebugatta az valami csodálatos volt, amikor találkoztunk a Mártival, a Harcsás Mártival, mert az egy másik formát adott az életünknek. Boldoggá tett bennünket, hogy megismerhettek a nézők a kutyáinkon keresztül bennünket. Ugyan kiállításkor ismertek, de azért itthon nem mindenkit engedtünk be az otthonunkba. Egy valamiben biztosak vagyunk. Ezek a kutyák arra születtek, hogy munkájukkal segítsenek bennünket, embereket. Meggyőződésünk, hogy csak rajtunk múlik, hogy egészséges, jó idegrendszerű és jól képzett társaink legyenek a hétköznapokban a rottweilerek.